Az első ügy, ha jól emlékszem, az talán pont a Károly körút 26 volt, ami feltűnt, hogy hát hogy mondjam, ott valami olyan történés zajlik éppen, ami nem valószínű, hogy jogszerű. A piacbérleti szerződésen belül az általában egyáltalán nem reális és nem történt meg. Az önkormányzatok milyen bérleti szerződésé vannak ezek az önkormányzatok vélők, hogy ezt megtehetik? Ha én bejelentkezem egy ingatlanba, és van olyan szerencsén, hogy történetesen azt valaki más már korábban megpróbálta megvenni, de nem sikerült neki, akkor engem illet meg a kedvezmény. Ilyen rendelet egészen biztosan merem állítani, hogy nincs még egy Budapesten. Ugye az látszott egyértelműen itt bejövő információból, hogy nem egy ügyről van szó, hanem rengetegről. Ez arról szólt, hogy a törvényesség látszatát fenntartva azoknak az embereknek, akiknek ők akarják, nyomottáron el tudják adni az ingatlanokat. Erről szólt ez a rendszer. Igazából most ehhez teremtették meg már 2007-ben a jogi alapot. Aki ugyan nem tartozik, nincs ilyen hangzatos politikai neve, mint hogy Habony Árpád, Pintér Sándor. Nincs olyan hangzatos alvilági neve, mint Portik Tamás. Nem tudom elképzelni, hogy úgy tudott volna szerezni, hogy valamilyen szívességet valakinek ne tett volna ebbe a körbe. Rengetegen kerestek meg valós bérlők, valóban ott egyébként üzletet vívő emberek, hogy nem tudták megvenni a saját ingatlanjukat, pedig akár 10 éve próbálják. Hogy valaki vett lakást, hogy szeretne venni egy lakást, az pontosan tudja, hogy ezeken a környékeken mennyibe kerül, nem annyiban, mennyire ők szerezték. Tehát anyukám is mondott éreket, hogy ne nyúljak hozzám, mert veszélyes valami ez, de hogy fideszes képviselő mondja, az néha még tudom értelmezni egy fenyegetést, pláne, hogyha az jogtével belecsap a fenyerébe, tehát nettó mafia módszer, azt hiszem, ezt így elmúlt. Tehát, hogy végig zsarolták ezeket az embereket. Baloldali politikusok rendre megszavazták, MSZP-s haszonélvezője is van az ügyleteknek. A DK-nak a 2006-2010-es ciklusban MSZP-sek voltak a képviselői, ugyanúgy megszavazták. Amint elhangzott, hogy mi nem emeltük volna fel a szavunkat az ingatlan értékesítések gyakorlata ellen, ez kényszerűen nem igaz. Az LMP-ből a PMV-be átment képviselő, az Árvai Péter, ő tartózkodva szavazott. A Kovács Alex Gábor volt egyébként, aki az MSZP képviselő, ők tényleg nettó mindent megszavaztak, és Pásztor Tibor, akik a 2-2 évet, tehát ők a ciklust elfelezve 2-2 évet a tulajdonos bizottságban ültek. Kovács Alex, akit nem is értem, hogy szabad újra meg újra megemlíteni a nevét, ő lakást. Kovács Alex Gábor, akiről beszélünk, az icipici 82 négyzetméteres lakását nem féláron veszi meg, hogy egyébként szerintem nem minden ötödik kerületi lakos jutott így hozzá a lakáshoz. Mi 2010 óta se a bizottságban, se pedig a testületülésen nem szavaztuk meg ezeket az eladásokat. Azt is érdemes jelezni, hogy hát itt az önkormányzat fölött is vannak olyan ellenőrző szintek, akik nehezen lesz bírósági eljárás, legalábbis nem tudom, ez csak egy magánvélemény. Azt lehetett hallani, hogy nagyjából olyan mentemották alapján, hogy vállalkozók, akik mondom még egyszer, hogy a Portik is kapcsán kerültek elő, azt mondták, hogy a jegyző a bizsendőkben van. És ebben az ügyben van eredmény, tehát az, hogy gyanúsítás van, szerintem az azt mutatja, hogy valamiféle szándék lehet, hogy nem az ingatlan ügyekben, hanem más módon, de van most. Most nem lehet eladni üzleti célunkat van a belvárosban. Ez jó hír bizonyos értelemben. Tehát, hogyha a pszichodráma csoportot bezárjuk, akkor utána majd át kéne menni a politikusba, és akkor abban esetben működhetnénk együtt, hogy szólítsuk a közös Szentgyörgyi egyetemi lemondásra, szólítsuk a Fideszt, hogy új választások legyenek, és ebben én akkor itt nyilvánosság előtt várom a véleményeket, hogy partnerek vagytok-e, egyetértünk-e, vagy ezt meg kell csinálni. Krisztián kérdezem tőled is, az eredménytől azért nem hallottam én még azt, hogy Szentgyörgyi Péter álljon föl, mondjon le, a Fidesz azonnal mondja le ott mindenről, 20 éve ugyanaz az ember a tulajdonosi bizottság elnöke Pásztor Lajos személyben, aki fideszes, új választások kellenek, mert itt biztos, hogy nem tudták a választók a 3-4 hónappal ezelőtt, hogy kikre szavaznak. Úgy gondolom, hogy korrekt, hogyha így nyilvánosan is azt mondom, Péter, gratulálok a munkát, és sok sikert kívánok a továbbiakban.